Ez egy olyan része a környéknek, amit már nagyon rég nem láttam, rég nem jártam ki. Régebb rengeteget bringáztunk ebbe a részbe. És mutatom nektek, hogy melyik az a rész. Azt a részt fogjuk megközelíteni a Bethlen negyed irányából. Mai alkalommal egy komolyabb bringával érkeztem. Szeretném majd kint a sarkakön megmutatni nektek. Egy kicsit könnyebb lesz kijutni erre a dombra, mint egy pár évvel ezelőtt. És odakint majd mutatok részleteket belőle, hát ha majd kitaláljátok, hogy melyik bringáról van szó. Nézd ki, melege van a kis barátunknak. Tudjátok, mit szeretek a természetbe? Ha. Felértünk a sírodomba aljába, innen pedig szeretném megmutatni nektek, hogy mi az, amikor egy bringa kap rá segítést, vagyis e-bike, és milyen, amikor nem. Most egyszer a rásegítéssel próbálkozok. Most megpróbáljuk rásegítés nélkül. Ez a hegy gyönyörű, csodálatos, 888 méter magasan vagyunk, amit láthatjátok. Viszont itt van egy jelzés is, hogy itt bizony van zuhanás veszély. És szomorú az, hogy volt már, aki leesett innen. Egy apró információ itt található, vagyis az, hogy 23 innen látható települést számíthatunk össze. Valószínű, hogy ez ismerős már nektek. Ez volt néhány részlet a sarkakőről, egy gyönyörű helyről. Most pedig, ahogy a múlt részben is volt, ebben is szeretnék bemutatni nektek egy bringát. Itt az ideje, hogy megmutassam a bringának néhány részletét. Remélem, hogy következő alkalommal technikai háttérrel is tudok szolgálni a bringáról, technikai infóval. És kövessétek!
annyit elárulnék erről a bringáról, hogy van egy érdekes funkciója, úgymond. Figyelj csak! Lent az ülés, fent az ülés. Lent az ülés, fent az ülés. Van úgy, hogy az ülést jó lenne állítani, és ezzel az egyszerű módszerrel be van állítva. A nyereg abba a pozícióba, ahogy szükséges neked. Gondoltam, míg hazafelé megyek, megosztok veletek néhány infót a bringáról. Ez valami szenzációs, eszméletlen. Majd meglátjátok, hányszor mentem fel. Le. Fel. Le, ugyanazon a helyen. Különleges. Ahhoz viszonyítva, hogy mi volt pár évvel ezelőtt, hogyha jó lábaid voltak, akkor tudtad hajtani, ha nem gyalog, kitoltad. Ez teljesen más élmény. Már elég várom, hogy megmutassam nektek a bringát, hogy milyen bringával lehet ezt megcsinálni. És a leírásba linkelem azt is, hogy hol tudtok bérelni ilyesmit, hogy kipróbáljátok az élményt. Sziasztok, találkozunk a következő videóban, remélem, hogy tetszeni fog az is.